Munkaerőpiaci tanácsadás, képzések, tréningek, kompetenciamérés, munkáltatói felkészítés, ezek mind elérhetőek a Nyíregyházi Család és Karrierpontban, mondta Dudás Marian szakmai vezető. Az a tapasztalatunk, hogy Kelet-Magyarországon és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem elterjedtek az atipikus munkavégzési formák, és ezt szeretnénk népszerűsíteni, egy kis szemléletformálást adni a munkáltatók részére, mert a munkavállalók részéről nem extra igény, hogy szeretnének rugalmasabb munkakörökben munkát vállalni. Akár a nők, akár a megváltozott munkaképességű emberek. Ezt a rendezvényt most nyitó jelleggel a mai nap itt a megyeszékhelyen szeretnénk megvalósítani, aztán tulajdonképpen sikertől függetlenül mi kivinnénk a megye 8 nagyobb településére, majd a 2020-as évtől. A női foglalkoztatás terén, valamint a családbarát és rugalmas foglalkoztatási formák mellett elkötelezett, megváltozott munkaképességű munkavállalókat is foglalkoztató munkáltatókat és érdeklődőket is vártak a rendezvényre. Nagyon fontos egyébként az, hogy a megváltozott munkaképességű embereknek a legalább 55%-a rendelkezik középfokú végzettséggel, és több mint 6%-ának diplomája is van, és ezért nagyon fontos az, hogy a munkáltatók ne csak abban gondolkozzanak, hogy takarítói betanított munka vagy portásállást ajánljanak fel, mert megfelelő munkakörfeltárással, amiben szintén tudunk segíteni a minket megkereső munkáltatóknak, el tudják látni a feladatukat teljesítménykiesés nélkül, más státuszban is ezek az emberek. Többek között munkaerőpiaci helyzetekről, lehetőségekről is szóltak a rendezvényen, megpróbálták összehozni a munkaerőpiaci keresletet és kínálatot. Az én tapasztalatom, hogy nyugaton nagyon sok hallássérültnek dolgoznak, például árufeltöltő, pénztárosként, nagyon sok mindenben. Sajnos Kelet-Magyarországon nincs rá lehetőségünk, pedig nagyon szeretnénk ott dolgozni. Mi is tudunk szájról olvasni. Vagy kell ilyen kártya, hogy rá van írva, hogy hallássérült vagyok. Meg tudom mutatni, és akkor fogják tudni, hogy tudják a hallók, hogy a halló vásárlók elolvassa, és tudja, hogy türelmesebb velem, tudja, hogy én hallássérült vagyok. Ez az én álmom. Szeretném, hogy Keleten is legyen hallássérülteknek nagyobb munkalehetőség. A rendezvényen elhangzott fogyatékosságügyi tanácsadás Nyíregyházán is elérhető, az információs és koordinációs pont a Körte utcán található.